Tárgy megnevezése SCP-016, az érző mikroorganizmus. Besorolási osztály keter. Speciális elzárási eljárás. SCP-016-nak mindig egy 5x5x5 méteres szobán belül kell maradnia, és a hőmérséklet nem haladhatja meg a 0 Celsius fokot. Magának SCP-016-nak mindig egy petri csészében kell maradnia a szigetelőkockában, ha csak egy 4-es szintű vagy egy O5-ös parancsnoki személy másként nem rendelkezik. A mintavétel előtt és után be kell nyújtani SCP-016-tal végzett kísérletek teljes dokumentációját, majd SCP-016-ból másolatokat lehet venni. Ezen eljárások be nem tartása a D-osztályú személy likvidálását vagy áthelyezését vonja maga után. Csak az arra feljogosított személyzet kaphat mintát és végezhet kísérletet SCP-016-on a BCL5 elszigetelési feltételek mellett. Ha a fent említett eljárások betartása ellenére mégis kitörés lép fel, a bázis személyzetének a kód szigma elzárási és elszigetelési tervet kell végrehajtania. A fertőzött személyzetet likvidálnia kell a biztonsági erőknek, akiknek az MOPP antibiológiai és antikémiai védőfelszerelést kell viselniük. Ha a fertőzést 48 órán belül nem sikerül megfékezni, a helyszíni nukleáris eszközt fel kell robbantani. A megmaradt személyzetet semmilyen körülmények között nem szabad evakuálni. SCP-016-ról kimutatták, hogy akár 6 órát is túlél kemény felületen és néhány percig levegőben. A nagy intenzitású ultraibolya fény és a magas koncentrációi ortof-tálaldehid oldat hatékonynak bizonyult a nem szerves felületek fertőtlenítésében. Leírás. SCP-016 egy vérrel terjedő kórokozó, amelyet egy bányamunkásnál fedeztek fel, aki megsérült egy mély színtelepi munka közben. Az említett seb a bányából származó színporral szennyeződött be, ami valószínűleg alvós porrákkal fertőzte meg a dolgozót. A következő napokban SCP-016 megfertőzte a bányásztábor megmaradt alkalmazottait, valamint a járvány kezelésére kiküldött CDC krízis csapatot. Az alapítvány munkatársai ezután átvették a nyomozást, és az összes érintett személyt likvidálták. A zéró pácienst elzárták, és a bányaaknát egy robbanó szerkezettel beomlasztották. SCP-016 lappangási ideje 24 órától 2 évig terjed, attól függően, hogy más emberi gazdaszervezetek vannak-e a területen. Az első tünetek a közönséges megfázáshoz hasonlítanak, beleértve a szemviszketést, az orrfolyást, a köhögést és a testi fájdalmakat. A második fázis 48 óra múlva kezdődik, és a vérzéses láz ellenőrzött formájából áll, mivel az organizmus kis mennyiségű vért vesz fel a tüdőben, ami aeroszol hatást vált ki. A harmadik fázisban a gazdaszervezet összeomlik és kivérzik. Bőségesen vérzik minden testnyílásából, beleértve az orrát, a könycsatornákat, a végbélnyílást, a bőrpórusokat, a száját, a húgycsövet és nőstények esetében a hüvelyt. A vérnyomás az egekbe szökik az utolsó szakaszban. Megfigyelték, hogy a gazdatest képes 5 méternél nagyobb távolságra vért hányni. Ha a gazdatest túléli ezt a majdnem teljes kivérzést, a kórokozó ismét nyugalmi állapotba kerül és visszatér az inkubációs fázisba. Ami SCP-016-ot megkülönbözteti a vérzéses láz más törzseitől, például az ebolától és a maragbútól, az a szokatlan reakciója a magas stresszre. Ha az alany nagy stressz helyzetbe kerül, például életveszélyes krízis, a szervezet a túlélési taktikáját a gyors szaporodásról a gazdaszervezet DNS-ének újraírására és a gyors sejtosztódás serkentésére változtatja. A jelentősebb fiziológiai változások az első 24 órában következnek be, a teljes testi rekonstrukció pedig 2 héten belül következik be. A legtöbb gazdatest nem éli túl a folyamatot a szervezetre nehezedő súlyos követelmények miatt. Az átalakulás érdekes mellékhatása a megnövekedett agresszív késztetés. Úgy gondolják, hogy ez egy kísérlet lehet a vírus terjedésének maximalizálására a veszettséghez hasonló módon. Másrészt a testi átalakuláson átesett alanyok már nem mutatják SCP-016 vérzéses tulajdonságait, ám bár az ilyen átalakult gazdaszervezetek által fertőzött személyek továbbra is átesnek a normál SCP-016 fertőzési folyamaton. Függelék
SCP-016 átalakító tulajdonságainak kísérleti naplója. Alany D-016/1. SCP-016-tal fertőzött D-osztályú személyzet. A tünetek első megjelenésekor az alany testének negyedét 24 óra alatt lassan elárasztották vízzel. SCP-016 teratomorf állapotba mutál, az alany tüdejét kopottyúvá alakítva. Az alany még 2 hétig túlélte, mivel SCP-016 a végtagokat huszonyokká változtatta, a szemek elsorvadtak, és a hallást a Z-félékhez hasonló ekolokáció képességével ruházta fel. Az alanyt úgy likvidálták, hogy az összes vizet leeresztették, ami fulladást okozott. A holttestet ezt követően boncolás nélkül elhamvasztották. Alany D-016/2. SCP-016-tal fertőzött T-osztályú személyzet. A tünetek első megjelenésekor az alany testének negyedét 24 óra alatt lassan elárasztották vízzel. SCP-016 teratomorf állapotba mutál, aminek következtében az alany gyors izomnövekedést és fokozott csontnövekedést mutatott a csukló. Az alany ezután a megerősített acélajton keresztül próbált megszökni a bezártságból. Az alany nem járt sikerrel és megfulladt. Megjegyzés: ugyanaz a helyzet, 2 különböző válasz. Érdekes. Doktor. Alany D-016/3. SCP-016-tal fertőzött D-osztályú személyzet. Az alany korábban vegyészmérnök volt, aki megmérgezte feleségét, miután rájött házasságtörésére. A tünetek első megjelenésekor az alany testének negyedét 24 óra alatt lassan elárasztották vízzel. SCP-016 teratomorf állapotba mutál, és az alany mellkasán egy szokatlan szervet növeszt, amely egy kamrából és 2 különálló csőből állt. A szerv folyamatosan magával szívta a vizet, és megduzzadt, míg nem az alapítvány személyzete rájött, hogy SCP-16 mit próbál tenni, és az alanyt puskalövéssel likvidálták. A szervben több acetilén-gázzal és oxigénnel töltött gázságot találtak. Alany D-016/4. SCP-016-tal fertőzött D-osztályú személyzet. Az alanynak azt mondták, hogy koncentráljon a szárnyak kialakítására. Nem alkalmaztak stresszt. SCP-016 nem mutálódott teratomorf állapotba. Az alany a 3. fázisban kivérezve halt meg. Alany D-016/5. SCP-016-tal fertőzött D-osztályú személyzet. Az alanynak azt mondták, hogy koncentráljon a szárnyak kialakítására, és egy akril dobozba helyezték, amely 305 méterrel volt felfüggesztve egy bánya akna felett. A dobozon kívül egy időzítőt helyeztek el, amely az alanynak jelezte az elengedési időt. SCP-016 teratomorf állapotba mutál, aminek következtében az alany bal csuklóján egy csápszerű szerv nőtt ki, amely egy pók fonócsontjához hasonló volt. Az alany emeszerve a doboz egyik levegőnyílásán keresztül tovább nyúlt, és egy erős, sejemszerű anyagot extrudált, amit majd a doboz kábeléhez való rögzítésére használt. Az alany likvidálása akkor történt, amikor a visszaszámlálás elérte a nullát, és a dobozt felrobbantották. Lábjegyzet. SCP-1801-jel való lehetséges kapcsolatvizsgálata folyamatban van, mivel hasonlóak a halálos fertőzéseik, amelyek stimulálják a szervek túlműködését.